Világra szóló blamás labdarúgó vb s ezen Andorrában, ahol a a spanyol ötödosztályú amatőrökből álló válogatott 13 év után tétmecset nyerve legyőzte egy a Bent Stork csapatát. A pofon sokkolta a futball közvélemény, pedig előjelei azért voltak, az MLS pedig döntés, Stork meghallgatás utánra ígér a héten. Nagy Tamás trénerrel elemzünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van benned indulat? Ö, talán most már nincs, de volt. Volt. De hogy tudod megfogalmazni, ez egy edzői vagy szurkolói indulat a magyar labdarúgásban? Szóval milyen minőségedben volt ez az indulat, mert a legerősebbennek? Elsősorban nyilván azért, mert szurkolok a magyar válogatottnak, tehát szurkolói indulat, mm -hmm. az az első. Aztán mindig tudod, van úgy, hogy ülepedik az emberben ezek, a, ezek az érzések, ami ilyen gyomorszorító és egy ilyen tehetetlendő érzése, hogy most ez megint mitől, vagy hogy alakult, hogy történt, és akkor az, az idő folyamán minden, segít, és akkor átalakulnak ezek az érzések, és inkább szakmaira kezdek rá gondolni erre a mérkőzésre, és kezdem összegezni magam, hogy talán mi okozhatta ezt, vagy azt, milyen a, folyamat. Akkor ezt mindjárt végig is megyünk rajta. Azt tudod, ugye, hogy itt most arra lehet számítani, hogy akármennyire higgadtan szakmázni kezdenek a magyar edzők, akkor az, azért lesz egy olyan hang, ami azt mondja, hogy na, most előbújtak a magyar edzők, mert most mintha okosak lennének. Hát én nem tudom, mert most, egy évet visszanézünk, akkor én nem a bujkáló edzők közé tartozom, uh -huh. hiszen én a, ugyanúgy a VB, vagy az EB után is megnyilatkoztam, a pozit és pozitív uh -huh. hangot adtam arról, és dicsőítettem tulajdonképpen azt, ami ott történt, részben, mint szurkoló, részben, mint szakma, mert akkor az volt. De azóta eltelt egy idő, azt gondolta az ember, hogy majd ezek a, ez, ez egy tovább, tart, tovább és egy fejlődő igen, folyamat, egy, egy olyan tendencia lesz, ami a magyar labdarúgásban egy, egy fölfelé mutató irány de ez nem történt meg. Na Tamás, nézzük, Andorra előtt ugye négy vereség zsinórban, lőtt gól nélkül az ebbén csoportos oroszoktól kapott három gól, után már bőven lehetett érezni, ugye egy héten belül volt ez a mérkőzés, hogy hiányzik valami, hiányzik a koncepció a válogatottból? Én egy kicsit hagyd menjek vissza a portugál meccs. Ö, nem tudom miért, de az volt az érzésem, hogy nem mondták ki a portugál meccs után, hogy mi föladtuk mert én onnantól kezdve látom ezt a folyamatot. Tehát mi feladtuk azt, hogy ki akarunk kerülni a világbajnokságra, ha van matematika, esélyünk, ha nincsen. Ez az én érzésem. Tehát minden, amit elmondok, az az én Igen. gondolatom, az én szubjektív érzésem, és azért láttam ezt, hogy, hogy egy új irányt vettünk, és most hirtelen markánsan belekezdtünk valami Másba, hogy majd fiatalok megint, meg majd beépítünk játékosokat, egy egy, egy, egy hosszabb távú folyamat kezdete lesz ez, ami majd egy következő eseményre, a következő Európa-bajnokságig kell, hogy tartson, de, de én azt gondolom, hogy ezek szakmailag nem átléphető. Helyzetek, tehát ezt nem lehet megtenni, én úgy érzem, hogy nekem mindig a következőre, egyszerűen mindig azt hangsúlyozok, mindig a következőre kell koncentrálni, jön a következő tétmecs, jön egy barátságos mérkőzés, a szurkolók azok mindig azért vannak ott, hogy az adott mérkőzésen lássák és érezzék át a magyar sikereket. Mi lehetett a, az edzői instrukció, a taktika, az elképzelés Andorra ellen? Hát nyilván nem tudom, mert nem én adtam... Se, Amit láttál. sem láttál? Élk... Nyomai, hát a leg... nyomokban, ha láttál valamit. Hát hogyha azt kell mondanom, hogy láttam-e valamit, igazán nem láttam. Tehát nem láttam, nekem talán az az, az ami megfogalmazott bennem, hogy nem igazán lett ez a mérkőzés terv, tehát ez a stratégia nem igazán lett igazítva a, a rendelkezésre álló játékosoknak a tudásához, ahhoz, a, amit ők képesek nemzetközi szinten a pályára kitenni, szerintem kicsit túlértékelt ö, ö, módon, talán egy picit kezelve mentünk bele ebbe a mérkőzésre, de mondom, ez, ez, ez én minden a személyes megérzésem és, és véleményem, tehát ami lejött a képernyőn keresztül, tehát csak azt tudom mondani. Na most ugye a kapitány az EB után, meg megint menjünk vissza, behozott valóban, amit mondtál, vegyük a portugál meccset egy cezúrának, néhány fiatalt a keretbe, de nem tudom, nincs olyan érzésed, hogy ez egyelőre olyan jelképes dolognak tűnik, tehát hogy a fiatalítás szándékát demonstrálják bizonyos nevek és, és játékosok behajítása a Nemzeti 11-be. Hát ö... Igen, nem tudom, biztos, hogy vannak olyan, olyan mögöttes dolgok, ami, ami, irányítja ezt az egész folyamatot, mert, mert úgy kerülnek elő játékosok, hogy egyszerre nem is érti az ember, hogy milyen szerepe van egy MB2-ből jött játékosnak, vagy egy tapasztalatlan MB1-be még nem. sok felcsútnak, arról beszélünk? Én nem, szeretem szeretnék. Tehát arról, nem? Bármikiről beszél, tehát lehet ez, ez felcsút, ez lehet Ferencváros, lehet bárki. Egyszerűen a, a tény az, hogy, hogy egy ilyen tét meccsen, ami minden mérkőzésünk élet-halál kérdése, hogy kerülhetnek oda tapasztalat nélkül semmilyen olyan mb 1 es akár előétel, vagy előélettel, bocsánat, bíró játékosok, mint mondjuk a jelen esetben is, és az utolsó pillanatban tulajdonképpen betett játékos, egy sérült játékosunk helyére, tehát a Kádár helyére, ugye? A... Igen, igen, hát ha már el volt a ugye hát ugye előélethiány előételként falta föl a Jó, meg csapat, lesz, ez, Megvan ennek is a módja, én azt gondolom, hiszen ha megtervezel valamit, akkor megvan, hogy ezeket a lépéseket mikor fogod megtenni, hogy beépíted ezeket a játékosokat, de most azt gondolom, hogy ennek nem volt itt az ideje. Na most vegyünk egy másik helyzetet. Oké, okay. van egy te lezserségnek nevezed, lehet hogy kicsit azt mondjuk, hogy jó, olyan gyengék ezek az andoraiak, jók lesznek ide, a, akár az MB2-ből hozunk srácot, és akkor meg, meg kell őket venni, mert egyébként ugye azóta is elhangzott az többször, azt gondolom jogosan, hogy azért ezt egy nem a, nem a haladásnál mondta Halmos, hogy is meg kell venni a Andorát, lehet, hogy MB2-es, 2 MB2 es csapatnak is meg kell venni Andorát, hiszen futballból élő, normálisan fizetett labdarúgók játszanak az MB2-ben is. Na most rendben van, oké, okay, de eljutunk a félidőig. időig, vezet, vezet, Andorra, és akkor ott a lehetőség, a fél időben, persze mes gyakran ott van, de aztán végképp ott van, hogy a kapitány változtasson és hozzon döntéseket, és megfordítsa a, a, dolgok állását. Na most erre, én nem tudom, mit láttál, én azt láttam, hogy elkezdik a tanástalan ívelgetni a félpályától fölfelé a labdát. Na most mondjuk a szakmai annyit láttam, ami eddig is mindig egy nagy dilemmát okozott, hogy visszacserélte a, a az oldalakat, tehát a dzsuzsákot a tükörszélső effektusból, tehát vissza került a dzsuzsák a bal oldalra, Gyurcsó átkerült a jobb oldalra, alapvetően beleindultunk úgy a mérkőzésbe, hogy most ezt mindenképpen vissza kell hozni, tehát jött egy olyan belül jött egy olyan energia, hogy ezt meg kell csinálnunk, de valahogy ez szépen lassan úgy, ahogy alakult a mérkőzés és ment mentelt az idő, ez ugyanúgy elhalt. Tehát igazán nem éreztem azt, hogy olyan markánsan bele van nyúlva a mérkőzésbe, tehát szakmailag, ami, ami adhatott volna egy változást, akár a játék felfogását illetően sem, hiszen elkezdtünk ér, ér, felfoghatatlan módon ívelgetni. Tehát ivelgetni, nem tudom, hogy mi értelme van, egy olyan csapat ellen, aki alig várja, hogy ez megtörténjen, hiszen szemből érkező labdákat sokkal könnyebb hárítani. Szerintem, amiről egész héten beszéltek, a, a türelmes játék, egyénileg kellett volna sokkal többet vállalni. Bocsáss, hogy közben pont ezt akarom mondani, hogy mi, mi az oka van annak, hogy, hogy itt a, a, itt valóban egyéni betörések, rengeteg lövés, tehát hogy egyénileg nem ér ezt az ember az ambíciót, vagy azt a bátorságot, hogy egy cselt megcsináljanak egy-két kivételtől eltekintve. de tömegével kellett volna ezt, hogy tehát az egyéni képességek közti különbséget próbálják -e több személyes felelősségvállalással megoldani ilyenkor a játékosok. Hát pontosan erről van szó, hogy mit te mondasz, de megint a kulcspozíciókról kellene akkor beszélnem. Hát az a kulc... úgynevezett tengerről igaz? Így van. Hát a kulcspozíciókban megint nem voltak meg azok a megfelelő emberek, akik tudják azt, hogy mi okosan hogy kell irányítani a mérkőzést a meg, az alakulásának megfelelően, mikor mit kell tenniük, akik, akik irányadók tudnak lenni tehát a pályán. Tehát Gábor, Juhász Roland, Gera Zoltán, ilyen típusú Nyilván már meghagyom a, persze a neveket neked, tehát mondani, én általánosabban szeretnék erről beszélni, tehát, de ha azt nézzük, hogy a csapat belül a pároknak a működés, a hármasok vagy négyeseknek a működése. Csak nézzük azt, hogy a Nagy Ádám játékának az értékét. A, a Nagy Ádám játékának az értéke azzal növekedett, hogy mellette játszott a Gerazoli. Ez, ez szerintem ez, 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 nem is érdemes vitatkozni. A Nagy Ádám mellett most nem egy Gerazoli játszott, hanem egy Kleinheiser já játszott, aki ugyanúgy el van foglalva a saját maga játékával, tehát nem látják globálisan azt, hogy mi történik, akár a hogy kellene a játékot szervezni, hogy kellene segíteni az előrefelé játékot, hogy kellene egy jó összekötő kapocsként működni akár a védővonal, alatt, a kihozataloknál, tehát az előkészítésben, hanem játsz a saját maga játékát, a saját maga stílusában, ami szerintem nem alkalmas arra, hogy, hogy ők ketten így játszanak. Tehát ezért mondtam azt, hogy nálam mindig alapvető szempont volt az, hogy, hogy kik azok a párok, tehát akik együtt kell, hogy gondolkodjanak, együtt kell, hogy működjenek, és ez milyen hatással tud lenni továbbiakban a játék folytatására, a játék menetére. Ez csak egy példa. Na most a csapatkapitán Zsuzsák Balázs ő könnyekig elpityeregte magát a meccs után, hogy ő hiányolta a rutinos társakat, meg hát ugye megint jött az is, hogy őt mindig bántják. Nézzük, hogy látunk-e a pályán alkalmas karakter, vezérnek alkalmas karaktereket? Mert ez is egy ugyanezzel van összefüggésben, amit az előbb mondtál. Csak akkor most ne a, a rutin taktikai részét nézzük, hanem a, a, a lelki tartást. Tudom, hogy nagyon sokan megmosolyogták és, és nevetségesnek találták a dzsugsáknak a megnyilatkozását a mérkőzés után. Én azt mondom, hogy nagyon is őszinte volt. Soha nem szabad elfelejteni, hát mondom, Soha nem ő. szabad hogy a Balázs honnan indult el. Az, hogy közben milyen helyeken fordult meg, milyen sok pénzt keresett, Persze nyilván szurkokat ez nem érdekli, egy kicsit a személyisége mindenkinek egy picit torzul. Az ő is valószínűleg azért, mert nem kapott teljes kontrollt, de önmagában ilyenkor előjönnek azok a mélyérzések, meg az, hogy ők valójában kicsoda. Tehát én ezért őt nem bántanám, ezek őszinte megnyilatkozások. Az is, hogy utalást tett arra, hogy egyedül maradt. Ez látható, hogy egyedül maradt. Tehát az a támogató erő, ami eddig jelen volt az öltözőben, az a pozitív légkör, az az energia, amit ezek az említett volt játékosok, akit Igen. az előbb te felsoroltál, ezek hiányoznak hanem azt érzékel a játékos, hogy állandóan valami változik, de nem jó irányba változik, tehát akár a személyeket illetően, akár ö, lehet, hogy érez egy bizonytalanságot, a, akár a, egy kapkodást, ö, mert hogy nem működnek, hiszen mérkőzések óta nem nyertünk, tehát nem működnek valamiért a dolgok, ez elbizonytalanítja. És ez a, ahhoz, hogy a játékos jól teljesít teljesítsen, nem csak a fizikailag, meg mindig mondjuk, hogy mentálisan igen. kell, hanem egyszerűen belülről egy olyan önbizalommal, egy olyan tiszta látással, egy olyan, olyan erővel kell rendelkeznie, ami a pályára is ki fog jönni. És, És ezt ez hatni igen. fog. Tehát ennek hatnia kell. Na most, eh, 2013. októberiben Egervári Sándor a hollandi vb s lejtezés 1 után még aznap este lemondott. Nem tudom, ez a kudarc talán még annál is súlyosabb más előjellel, de legalább olyan súlyos. Van mégiscsak mit tanulnia a magyar edzőktől, egy magyar edzőtől, egy németnek? Én nem innen kezelíteném meg. Én az, hogy a, a tudásnak, meg a tudás átadásnak közösnek kellene lenni, tehát Most egy párbeszédszerű. Én nem tudok róla, hát én még nem vettem részt semmilyen közös párbeszédben, tehát az, hogy egy tudás megosztásban, vagy hogy, hogy, milyen értéket tudunk mi adni a kapitány felé, vagy a kapitány és stábja milyen értékeket tud felénk. Én azt érzékeltem, hogy, 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 ez egy, egy személyes irányvonal, tehát amit ő kialakított, ebben lehet, hogy nekünk most nincsen helyünk, ebben valószínű, hogy kaphatott támogatást is, nyilvánvaló, hiszen nem valaki úgy érkezik ide Magyarországra, hogy megválik azoktól az edzőktől, akik addig ott dolgoztak az utánpótlás válogatottnak, mert nem hiszem, hogy ő annélkül, hogy dolgoztak volna együtt, kitalálja, hogy, hogy nekik miért nincs rájuk szükség, miért nem kép mert feltételezhetően nem képviselnek megfelelő szakmai értéket, de mondom, ne, nem személyeskedve, hanem arról, amit én látok, hogy milyen folyamatok zajlanak. Oké, okay. összejöttek jó dolgok, tehát természetesen visszadattálhatjuk a, a parcsának az érkezéséhez. Csak a két dolog között az a különbség, mondjuk, hogy amíg a Pali felismerte azt, hogy mire alkalmas ez a keret, és nagyon jól meg tudta fogni az, hogy ez a, ez a, ez a, ez a jelentudás, amit tud adni a válogatott, meg azok a játékos karakterek, akik alkotják a keretet, tudta, hogy mire alkalmasak, mire predezztinálta. Én azt látom, hogy ez nincs pontosan jól felismerve, és itt vannak azok az elcsúszások. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.